Sziasztok! Íme ismét egy videó a Ronin tárca létrehozásáról. Itt úgy kezdtem bele, hogy ugye elvileg, sőt gyakorlatilag is, hogyha már meg vagy 18 éves, és ki szeretnéd venni az Axiból a pénzedet, vagy a kriptódat, akkor Binance-ra oda tudsz menni, el tudod adni az SLP-det, és akkor keresel belőle tulajdonképpen fiat pénzt. Olyan árfolyamon add el nyilván, ami neked jó, meg ami úgy általában magas, azon kell általában eladni, és amikor alacsony, akkor pedig termelni és bevásárolni. Legalábbis Warren Buffett ezt mondta. De azért is akarok végigmenni ezen, mert a Ronin tárca cím az egyrészt kiszedhető egy Ronin tárcából, másrészt Binance-ről. Ha 18 alatt vagy, akkor marad neked a Ronin tárca opció, de mindenkinek javaslom a Ronin tárca létrehozását. Egyrészt azért, mert ha ide kapod meg az SLP-edet, akkor ugyanúgy ingyenesen utalod át a saját Binance-edre is, és a Ronin tárcával sokkal-sokkal több mindent lehet csinálni szerintem, mint egy Binance-essel, mármint hogy ez nyilván túlzás volt, de mondjuk egy Ronin tárcán keresztül lehet különböző stakingeket, liquidity poolokat, stb. Beállítani, amikről szintén lesznek külön videók, ne jegy meg, ha semmit nem értettél abból, amit most mondtam. Azért kezdek egy Google kereséssel és egy Edge böngészővel, mert nagyon-nagyon sok a kamu tárca. Én azt javaslom, hogy legeslegelső körben valamelyik böngésződben Edge, Chrome vagy Brave, Chromium alapú böngésződbe tölts le egy ilyen tárcát, és ha beírod csak Google-be, akkor tényleg nagyon sok szart fogsz találni. A prezentációban, amit küldtünk, abban benne van az, hogy melyik az official hivatalos tárca, ez pedig nem más, mint a skymavis.com-nak a walletje. Bármi másra rákattintasz, tényleg rossz helyre fog vinni, kamu oldalakra scam. Ezt nézzétek meg, wallet.roninchain.com, és innen lehet ezt letölteni, megszerezni. Ez a hivatalos oldal, ezek a hivatalos linkek, semmi más ne töltsetek le, mert el fogja csórálni valami csávó a pénzt, és az nem jó. Úgyhogy rákattintasz, hogy install Ronin Wallet, azt mondod neki, hogy persze, hozzáférsz, és azt mondod neki, itt most nekem Edge-ben ugye be kell engednem azt, hogy egy másik store-okról felé tudjak installálni extension-t, ez neked valószínűleg nem fog kelleni, ha Chrome-ot használsz. Itt azt tudod mondani, hogy add to Chrome, add extension, és ez lecsekkolja és megnézi, és elvileg kitesz neked ide egy ikont, hogyha nem találod, akkor Chrome-ban van egy ilyen másik ilyen kis puzzle jelecske, az a puzzle jelecskére rákattintasz, akkor fogod meglátni ezeket a tárcákat. Itt van a Ronin tárca, és azt mondod neki, hogy get started. Na most én végig fogom nektek streamelni ezt a dolgot, de mutatok olyan dolgokat, amiket soha semmilyen körülmények között senkinek ne adjál meg, és ez nem más, mint a seed phrase. Első lépésnél azt mondod neki, hogy igen, új vagyok, fel szeretném állítani a tárcámat. Ha már van tárcád, akkor erre kattintasz, de ezt soha semmi szín alatt ne streameld, ne mutasd meg senkinek ezt a Secret Recovery Phase-t. Azt mondom, hogy új vagyok, create password, hát azt mondom neki, hogy igen. Ezzel férsz hozzá majd ugye minden nap a tárcádhoz, úgyhogy ezt most create-elek. Azt fogod használni, tehát nem kell mindig beírni ezt a seed phrase-t. Viszont itt van ez a seed phrase. Ezt papírra le kell írni mindegyik szót, és eltenni valahova, ahol tényleg csak te férsz hozzá. Nem lefényképezni, nem valahogy megoldani Google online dolgokkal, mert aki ehhez hozzáfér, és elveszi tőled ezt a seed phrase-t, annál van a tárcád, és kirabol, mint a szél. Nagyon sokszor, nagyon sok oldal ezeket kéri, ezt senki semmilyen szín alatt soha nem kérheti el tőled ezt a 12 darab szót. Tényleg, aki ezt kéri, az kamu. Egy esetben történhet, hogy elkérik, amikor új tárcát installálsz fel magadnak, új tárcát csinálsz te magadnak, akkor kérheti a Ronin, hogy légy szíves, hogyha régi tárcához szeretnél hozzáférni, akkor ezt add meg. De ez nem jelszó, ez egy full titkos dolog, amit neked így ki tudod kopizni, be tudod tenni egy notepadbe, talán az az egyik legjobb megoldás így elsőre, hogy most én tovább tudjak menni, bekopizom, itt van mind a kettő, igen, és azt mondjuk neki, hogy confirm, vissza fogja kérni, hogy biztos, hogy elmentettem ezt, szóval én most innen ezeket beírom. Tehát annak érdekében, hogy ez most működjön gyorsan, én ezeket most be fogom ide másolgatni, de nem fogom ezt leírni papírra, mert valószínűleg nem fogom használni ezt a tárcát, viszont nektek le fog kelleni írni, bocsánat, csak közben másolgattam. Jó, kész a wallet, látjátok, kész van, oké, ennyi volt, fogom magam, rákattintok itt,
fölül, és itt már benn is van, itt a Ronin címem, copy address-el ki tudom másolni, itt látszódnak majd az axik, ha veszel saját magadnak az SLP, amit tőlünk kapsz, az pedig itt fog látszódni. Ennyi a sztori, ez a Ronin tárca, ezt a Ronin címet fogjuk tőled így ebben a formában mi elkérni, csak ezt oszd meg mindig bárkivel. Ha mi kérjük, akkor is ezt küld el, kérlek szépen, illetve ha kifizetést szeretnél, akkor is ezt az címet fogod kiküldeni, copy address, és kimásolja, meg is mutatom, mi történik, ezt így kimásolta nekem szépen Roninnal, így. Ennyi a sztori, srácok, ezt tudjátok követni, köszi szépen!